Iván Gudely először körbejárta az új stadiont Zsemberi János klub elnök vezetésével, majd megismerkedett a TSC labdarúgó klub edzőivel, akikkel eszmecserét folytatott az edzési módszerekről és trendekről. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója elmondta, mindig hatalmas megtiszteltetés, ha egy ilyen nemzetközileg elismert labdarúgó látogat el hozzájuk. Hasznosnak ítélte meg, hogy a klub edzői egy olyan szakemberrel találkozhattak, akinek edzői tapasztalatai is figyelemre méltóak. Egy olyan személyiség, egy olyan valamikori játékos, aki sok ember számára egy jelkép volt, egy szimbólum, valaki, akire nagyon fölnéztek azok alapján, amit képviselt a pályán, és mutatott a pályán, valamint a pályán kívül is. Az ő érkezése számunkra nagy dolog, mert érkezett hozzánk még egy olyan ismert játékos, valamikor játékos, aki elismeri a munkánkat. Gudely 1980 és 1986 között 33 alkalommal szerepelt a jugoszláv válogatottban, és 3 gólt szerzett. Részt vett az 1982-es spanyolországi világbajnokságon és az 1984-es franciaországi Európa-bajnokságon. 2005 és 2013 között a horvát U17-es, 2013 és 2014 között pedig az U19-es válogatott szövetségi kapitánya volt. 2005-ben és 2006-ban a Hajduk Split vezetőedzője volt. Iván Gudelyt lenyűgözte az új stadion. Fenomenálisnak és az egyik legmodernebb épületnek nevezte. Što se ovog stadiona tiče, ovo je tako sve moderno, napravljeno, projektirano, vrhunski, točno onako i onoliko gledatelje koliko treba biti, topao, divan, lijep stadion, ja sam oduševljen. Az egykori jugoszláv válogatott labdarúgó pozitívan értékelte a topolyai klub működését, és reméli, hogy a továbbiakban is hasonlóan szép eredményeket tudhatnak majd magukénak.